Először is meg szeretném köszönni, hogy létrejöhetett ez a projekt. Poli Dánielnek, Horváth Dánielnek és az öcsémnek, Bálinnak segítettek a felvételekben, segítettek szerepelni és össze-vissza pakonászni. Hogy mi számomra a tökéletes gamer nappali? Hát biztos kell hozzá egy nagy kijelző, kontrollelek, egy PC vagy egy laptop, egér, billentyűzet és fejhallgató, és ezek mind megtalálhatóak ebben a szobában. Kezdjük is az álom gamer nappali motorjával, az új Asus ROG Zephyrus S15 laptoppal, ami hatalmas teljesítményével és a 300 Hz-es kijelzőjével büszkélkedhet igazán. Ennek a könnyű gamer laptopnak a kijelzője olyan látványt nyújt, amely újraértelmezi az összes kompetitív játékot, amivel korábban játszottam. A laptopban a teljesítményt az Nvidia RTX 2080 Super és a 10. generációs új Intel 10875 adja. És ezzel a duóval igazán nagy teljesítményre képes a Zephyrus S15. A billentyűzet pedig kiváló gémelésre. A gamer nappali nem lenne teljes egy egérrel, erre pedig a Puggio 2-t választottam, amit vezetékesen és vezeték nélkül is lehet használni. USB-C-n keresztül tudott tölteni, vagy pedig vezeték nélkül a gyári 2,4 GHz-es adapterrel és Bluetooth-on keresztül. A prémium látvány mellett szükség van prémium hangzásra is, amit a 7.1-es Theta biztosít. Kényelmes szivacsok és kényelmes viselés, kiváló hangzás és remek mikrofon összpontosul a Theta-ban. A laptopban lévő teljesítményt bárhová magaddal viheted. Viszont ezt az egész gamer nappalit úgy szerettem volna megálmodni, hogy az asztalról átülve a fotelembe egy 43 inches kijelzőn fogyasszassak tartalmat, és játszassak a kedvenc játékommal egyedül, vagy akár a haverjaimmal. Ja, és persze az sem árt, hogy minden RGB. Ehhez pedig a Strix 43 inches kijelzőjét választottam, amin 4K HDR filmeket tudok nézni, és akár játszani is tudok rajta, mivel alacsony input laggal és 144 Hz-es képfrissítéssel is rendelkezik. Az alatt a pár nap alatt, amíg nálam volt ez a kijelző, megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy amikor a következő albérletemet fogom berendezni, akkor biztosan szükségem lesz egy magas képfrissítési kijelzőre. A 4K HDR nagyon jól néz ki ezen a monitoron, és hogyha egy külső kontrollerrel használod, akár a kedvenc játékodat is élvezheted rajta. Ha pedig átkapcsolod a tévét 144 Hz-re, akkor a kedvenc játékaidat élvezheted külső kontrollerrel vagy billentyűzetegér kombóval. Én ehhez a setuphoz két PS4 kontrollert használtam a Steamen keresztül, és ezzel Rocket League-eztünk és Overcooked-oztunk. Az én álom gamer nappalim így néz ki, a tiétek hogy? Írjátok le a kommentek közé. Hogyha érdekel titeket a termékek, akkor megtaláljátok a linkeket a leírásban. Hatalmas köszönet a Tripont Magyarországnak a lámpákért, az Asus Magyarországnak a termékekért és a srácoknak a segítségért. Én Drevenyák Dávid voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!